versenyen. Még nagyon régen világbajnok csapata volt, svájci csapat. Biztos sokat számít ilyenkor is a nyugodtság, meg a rutin, ugye? Pontosan. Itt egy nagyon szép gyakorlatot látunk Szarától. Nagyon nyugodt, szép magas ugrás, puha érkezés. Pici korrigálás. Igen, kézállás. Ez szinte alapgyakorlat, ezt mindenki megtanulja szinte az elején. Láthatjuk, hogy zenére vannak a történeti mozdulatok. Erőtartás. Láthatjuk, hogy már a lányok is ugyanúgy használják ezt az elemet. Itt is vannak, akik lassabb zenét választanak, inkább művészi, vannak, akik gyorsabbat, és a leugrás. A svájci is bekerült. Végre én is mondtam egy jót. Most hát nézzük a következő gyakorlatot. Tehát az első német, a német döntősök közül. Püspárgába felugrás. Kézálbuk fenc, kicsit keményen érkezik. Vállállás. Híd. Nagyon ritka elem. Nagyon nehéz a lovon. Nagy hajlékonyságot igényel. Princ kifelé. Bukfenszíves váltás befelé. Befele oldalállás. Ugrások, egymás után, és az egy lábon állás. És egy szaltó. Láthatjuk, hogy a lányok is ugyanúgy. És versenyzem. Meggyőztél. Tényleg a mi csapatruhánk is szoknyás. De párosban például nadrágos leszünk van. Ez szép volt. Igen, egy szép bátorugrás félfordulat. A tűspárgát láthatunk, abból kézállás átmenet. Nagyon szép, stabil. Lábkiemelés. Láthatjuk, hogy a heveder minden részét próbálják használni a versenyzők. A művészi hatásba az is beleszámít, hogy mennyire használod ki a lovat. Mennyire használod minden oldalát, részét, nyakán, hátán, hány elem van, farán, mennyi ugrás, mennyi dinamikus elem, mennyi statikus. Ez egy nagyon összetett rész. Jaj, ezt lehet, hogy nem volt a senkit a látásban. Láthatunk egy avatárkürt. Láthatjuk, hogy a dressz és majd a zene is a filmből van. Ez alul azért fontos look, mert Simone Gieser, aki a világjátékokra kijutó svájci lányzó, illetve esélyes a döntőre, ő is ezen a lovon indul, ez az ő saját lova. És ő is itt van most valószínűleg, szurkol. Nagyon szép egylábon állást láthattunk.
láthatjuk, hogy a lányok dresszei sokkal csillogósabbak, sokkal színesebbek. Ez egy erőtartás volt, sajnos nem kitartva. Tűzspárga nyakon. És a leugrás. Ez nagyon szép, stabil.